Péter alkotmányjogász, politikai elemző az Inforádió arénájának vendége. Folytatjuk múlt hétfőn megkezdett, most már az Inforádió weboldalán hallható és olvasható beszélgetést Magyarország politikai helyzetéről és jövőjéről. Jó estét kívánok, én Exterde Tibor vagyok, jó estét kívánok Tölgyesi Péternek is. Friss, viszonylag friss közvéleménykutatási adataink vannak, és vannak viszonylag friss, meg korábbi időközi választási adatok. Ugyanazt a jelenséget mutatják a kutatások meg a választások? Nem teljesen ugyanazt, de talán nem is ezt érzem fontosnak, hanem típusosan 2002 óta Fidesz túlmérik a közvéleménykutatások. Tehát a 2002 ugye a legtipikusabb eset, mikor volt olyan közvéleménykutató intézet jobboldali 12 pontos fideszes előnyt mért, és ugye aztán a Fidesz veszített. Most sok ok miatt azt képzelem, azt mondják az ösztöneim, hogy lehetséges, hogy még nagyobb, minden korábbinál nagyobb ez a túlmérés. És az időközi választások pont valami ilyesmit mutattak. Valahogy olyan helyen voltak időközi választások, ahol, amik nem jók a Fidesznek, tehát típusosabban ilyenek voltak, például utoljára ez a salgótarjáni választás, ahol nagyon veszített a Fidesz, sokkal jobban, igen magas részvétel mellett, nagyobb részvétel mellett, mint a korábbi önkormányzati választásokon egy városi polgármesteri helyet. Mindent egybevetve, miatt az az érzésem, hogy valószínűleg sokkal kisebb a különbség az ellenzék és a kormány többség között, mint amit a közvéleménykutatók mérnek. Ez az állításom egyik fele. Az állításom másik fele, hogy viszont a ciklus kellős közepén vagyunk. Tehát csak két év múlva, nagyjából két év múlva lesz változás. Ilyenkor vannak a legmélyebben a mindenkori kormánypártok. Hogyha vezetne az ellenzék, hogyha jól politizál a kormány, ügyes, tűzijátékot csinál a végére, akkor még simán megfordítható az eredmény, mint ahogy ez többször előfordult. Az állítás másik felét, hogy a ciklus közepén mondjuk, azt világosan értem, de mire alapozza a megérzést a túlmérésről, a Fidesz túlméréséről? Valami jelenség van benne? Hát részint a Fidesz mindig túlmérték, legutoljára is 4-5%-kal túlmérte az összes közvéleménykutatás. Részint a Fidesz olyan hatalmas adtak alatt tartja a magyar társadalmat, ugye a média túlnyomó része ma már fideszes, folyamatos rohamozás van, és különösebben a kisebb helyi társadalmakban az emberek óriási nyomás alatt vannak. Megjelenik a fiatal közvéleménykutató, és megkérdezi, hogy kire szavazni, és nem feltétlenül a saját véleményüket mondják. Vagy azt mondják, hogy nem tudom, de nem szavaznának a Fideszre, vagy egyenesen mást mondanak, mint hogy később szavaznak. Ez szinte kiszűrhetetlen közvéleménykutatási módszerekkel. Enyíteni lehet ezt a hatást, de szinte kivéthetetlen. Nem véletlen volt ez a túlmérés, viszont mikor valódi téttel levő időközi választás van, ugye hát a Fidesz egyet se nyert. Mikor nagyon jól ment a Fidesznek, akkor meg szoktam mindet nyerni, most meg egyet se, de hangsúlyoznám, hogy ezek nem jó körzetek. Bár volt olyan, amely a közepesnél jobb volt, a Veszprém is, azt is elvesztette a Fidesz. De a túlmérés jelenségéből az általános hangulatra lehet valamilyen következtetés, de valami nem is függ össze a kettő. Azt hiszem, hogy a Fidesz ma is a legnagyobb kisebbség. Tehát a legjobban szervezett és a legnagyobb kisebbség, és sok másik kisebbség is van, sokféle kisebbség van, azok együtt közelebb vannak a Fideszhez szerintem, mint ahogy mérik. De ezt döntően az ösztöneim mondják. Ilyesmiket éreztem 2002-ben, és akkor nem is nagyon mertem kimondani, mert azt mondtam, hogy közvéleménykutatások azok komoly dolgok. Most, hogy milyen bátrabb vagyok, jobban hallgatok a politikai ösztöneimre. De az az érzésem, hogy a miniszterelnök is így gondolja. Tehát ő is úgy gondolja, hogy ő nem kockáztathat. Ha kockáztat, akkor nagyon nagy bajba kerülhet. Az üzleti életben mondjuk, hogyha egy üzleti akciónak van 10% kockázata, azt minden normális üzletember vállalja. Az nem olyan rendkívüli kockázat. Orbán Viktor nemhogy 10% kockázatot nem vállalhat, hanem 1000% kockázatot sem. De mi a politikai kockázat? Olyat dönt, amiről úgy gondolja, hogy nem fogja szeretni a nép? Hát Orbán Viktor szokott olyanokat dönteni. És aztán most soha nem látott mértékre visszavonja, ha erre szükség van. Ott van ugye a vasárnapi nyitvatartásnak az ügye. Még igazán be se indult az MSZP gépezete, már visszavonta, de inkább nem erről van szó, nem a negatív, tehát hozott valamit, és aztán vissza kell volni. Én arra készülök, hogy tűzijáték lesz. Ennek elindultak az első jelei, hogy a múlt alkalommal mondtam, Orbán Viktornak van naptárja, már a következő évre egy költekező költségvetés lesz, amely feszegeti 3%-ot, szerintem egy kicsit túl is lépi majd a tényleges számokban, majd ezt utólag fogjuk megtudni. De ez nem csak ennyi lesz, hanem később, valószínűleg, ha jól időzíti, olyan 17 nyarán,
őszén szerintem lesznek még nagyon nagy dobások. Olyasmi, mint mondjuk a rezsicsökkentés volt. Vagy az égből alászáll valami ingyen akció, ilyen volt a migráció, menekült ügy, ami ingyen jött, hogy nem kellett költségvetési pénzt ráfordítani. Vagy lesz valami, ami könnyen lehet, hogy a miniszterelnök sem tudja, hogy mi az. Még dolgoznak rajta, majd akkor, amikor kell. A Fidesz a nagy dobásai típusosan úgy valósította meg szemben a baloldallal, hogy nem a költségvetés pénzét osztja szét és adósságba veli az országot, hanem másét elveszi, és azt osztja szét. A rezsicsökkentés erre a típusos példa, de mondjuk a devizeadós mentés is ilyen volt, vagy a nyugdíjpénztárak államosítása is. Működik? Hosszú távon is működik? Nem mondják azok a mások, hogy nincs több, nem tudok többet adni. A választások idején működött az eddigi tapasztalat szerint. Akár működik, akár nem, az az érzésem, hogy a Fidesz ezt meg fogja lépni. Mert egy ezrelék kockázatot sem vállalhat. Ha veszít, akkor az minden összeomlik körülötte, amit eddig csinált. Valaki hatalomra kerül, és ezt a végletesen centralizált uralmi szerkezetet megörökli, elindíthat egészen más folyamatokat. Plusz a Fidesznek azt is tudnia kell, hogy az ellenzék jelentős részében, többségében szabályos gyűlölet veszik körül a Fideszt. Az ellenzék közönsége börtönbe szeretné, vagy külföldi emigrációba szeretné látni a Fidesz vezetőit. Az ellenzék összes pártja új rendszerváltásban gondolkodik, és letakarítaná a pályáról a Fidesz. Na most ezt a kockázatot szerintem nem vállalhatja a Fidesz, és nem is fogja vállalni. Nem fog úgy békésen belemenni a késbe, mint ahogy 2002-ben belement. Ez, hogy mondjam, a jövőre vonatkozó feltételezés, amit mondok, de a feltételezésem az, hogy olyan tűzijáték lesz, nem most, most korai volna, óriási politikai hiba volna, most volna tűzijáték, de 2017 derek a tájától elindul. Azt mondja, hogy óriási politikai hiba volna, a jövő évi költségvetés tervezetét már most lehet látni, abban is van. Óriási közlekedés van, óriási. Az elindítása a dolognak. Elindítása a dolog, de szerintem de nem a végső tűzijáték, hanem a tetején még lesz egy tetőpont, ami még ezt is fokozni fog. De belefér a rendszerbe, azt mondja a kormány, hogy megdolgozott érte a magyar ember, most megkaphatja, ami neki jár. Ezt mindenki boldogan hallja. A házasság széldelgők is azt mondják a legcsonyabb nőknek, hogy ők a legcsinosabbak, és ezt mindenki elhiszi a tapasztalat szerint. Tehát az, amit a kormány mond, hogy eddig szenvedtünk, de most már itt vannak a jelek, és jobb lesz, ez boldogan elhiszi mindenki. Én semmi más nem teszek, mint egy feltételezést ismételgetek, nevezetesen, hogy a Fidesz nem fogja olyan könnyen átadni hatalmat. Ha félnie kell, nem fog megállni bizonyos határoknál, hanem mindent, ami belefér. A politikai ellenfelek támadását, amit jól ismerünk, ellehetetlenítését, illetőleg akár a más pénzéből való költekezést is föl fogja vállalni. Lát-e olyan jelenségeket a magyar politikai életben, amelyek múló jelentőségűek? És lát-e olyanokat, amelyek a politikai napirendet hosszú távon képesek lesznek befolyásolni? Szokták mondani, hogy olyasmi, ami manapság történik, soha korábban nem történhetett volna meg, de ezt minden kormányok idején elmondják. Szinte csak ilyenek vannak. Tehát a napi történések 95%-a az egy pillanatnyi történés, ami részben van, objektíve jön, részben pártok maguk gyártják az ilyen történeteket, hogy uralják a pillanatot, azt a pillanatot, ami éppen a politikában van. Az egésznek nincsen igazán. Tehát nagyon fontos, hogy a párt mellé álljanak az emberek, de aztán nagyon gyorsan el is felejti mindenki, hogy mi volt ez a történet. Olyan, mint egy akciófilm. Szorongva, odahajolva, izgatottan nézi az ember, és egy hét múlva már nem nagyon tudná elmesélni, mi volt, ami olyan izgalmas volt korábban részletesen. Tehát ez a típus történet a magyar politikában. Szenzációk jönnek, és a sajtónak is kell, ugye, hírértéket kell naponta produkálni, és a hírértékek száguldoznak, és 2-3 évvel később már ki az, aki ezeket a fantasztikus nagy eseményeket visszaemlékezve el tudná mondani, nagyon kevesen. Olyan eseményeket sem, amelyek korábban szinte elképzelhetetlenek voltak, a jegybanki alapítványok történetek. Vannak ilyenek. Tehát a zöm az olyan, ami mulandó, de vannak olyanok, amelyek nagyon-nagyon mélyek. A legfőbb mély, hogy egy új rendszerváltás van, és egy új berendezkedés van. Egy olyan berendezkedés, amely a kormány reményei szerint otthonosabb a magyarok számára, mint a korábbi demokratikus parlamentarizmus volt. Orbán Viktor valami olyasmit próbál csinálni a kapitalizmussal, de a demokráciával is, mint amit Kádár János csinált.
Ugye a Rákosi korszak az egy magyaroktól nagyon idegen, elviselhetetlen valami volt, és a magyar viszonyokhoz kezdte Kádár hozzáigazítani. A gazdaságot is, és a politikát is. Most ugyanezt teszi Orbán Viktor. A magyar kultúrához, a magyar szokásokhoz, beállítódásokhoz kezdi igazítani a kapitalizmus viszonyait és a demokrácia viszonyait, hogy otthonosabbak legyenek. Na ez például, ennek a mély folyamatai már állandóak. De Kádár rendszer 40 évig volt otthonos, nem? Lehet ez is 40 évig otthonos, mert ezt megszoktuk. A cél nyilvánvalóan ez. Orbán Viktor sokszor elmondta, hogy 40 évig is ezen rendszerben szeretné látni az országot. Ugyanakkor vannak olyan vonásai a rendszernek, amelyek elképesztő elégedetlenséget generálnak. Eleve a magyar ember, azt mondjam, születetten elégedetlen. Születetten tele van dűvel. Nincs, nagyon kevés közvélemény van a világon, amely ennyire tele lenne haraggal, frusztrációval, elégedetlenséggel. Ez sok-sok mérés van erre nézve. De vannak olyan esetek, köztük van olyan, amit előbb említett, amelyek aztán táplálják is folyamatosan ezt a haragot. Ezeknek az egyik fele a korrupciós jelenségeknek az özene, a másik meg a hatalmi arroganciának a folyamatosan jelenlevősége. Egy héttel ezelőtt beszéltünk, hogy a Fidesz egyik legfontosabb elképzelése, hogy új elitet építsen föl maga körül. Most akik belül vannak ezen elitben, illetőleg nagyon szeretik a Fideszt, azok úgy élik meg ezt, hogy ez egy történelmi igazságtétel. A rosszaktól, ugye a régi baloldali elitektől, a külföldiektől oda kerülnek a jókhoz, a javak államintézkedések által. Most mindenki más, aki nincs belül a Fidesz táborában, ez a legrettenetesebb korrupciónak látja ezt. De ha elég otthonos lesz a rendszer, akkor hiába látják a rettenetes korrupciónak, akkor is el fogják fogadni? Mert ez kérdés lehet? Ez egy döntő kérdés. Eleve a magyar társadalomnak nagyon nagy problémái vannak egyfelől a korrupcióval, de a felháborodás ereje nem olyan, mint néhány beállt nyugati demokráciában. Tehát Németországban mondjuk, amely egy szabálykövető ország, vagy Svédországban, ami egy szabálykövető ország, iszonyú felháborodás van egy nagyon pici korrupció esetén is. Olyan, amit mi természetesnek tartunk. Németországban vezető miniszter azért mondott le, mert jegyeket kapott, a repülőn sokat utazott, és arra adtak ilyen bónuszpontokat, és a bónuszpontokat felhasználta személyes útra, és nem szolgáltatta be az államnak. Ennyi volt a történet, és lemondással végződött. Magyarországon olyan mértékű a szabály kerülés, a szabály manipuláció a hétköznapi élet része a korrupció, hogy a magyarok jelentős része nem tud igazán fölháborodni. Irigykedni tud, azt nagyon tud, de olyan erkölcsi fölháborodásra kevésbé képes, mert az ő részének az életének a része is a korrupció, mint egy svéd, vagy egy német. Persze minden viszonylagos, egy finntől hallottam, mérések szerint Finnországban van az egyik legkisebb korrupció, és a finn azt mondta, hogy te jó Isten, milyen lehet az a többi ország, mert én a finneket jól ismerem. Tehát ez egy viszonylagos dolog, de tény, hogy a magyar társadalom nagyon tud irigykedni a korrupció által fölemelkedők számára, és jócskán vannak nagyon gyors fölemelkedések a jobb oldal házatáján, tehát szinte semmiből nagyon magasra emelkedett vállalkozások, vállalatok vannak, de az a mély erkölcsi fölháborodás, ami sok európai országban megvan, az nálunk jóval kevésbé lehet meg. És hát nem lehet magyarázni ezt a fölemelkedést azzal, hogy meg kell teremteni az úgynevezett nemzeti tőkét, ami eddig sose volt, mert az nem fogja kivinni a profitot. Egész a Fidesz felfogása szerint ezért kell ezt csinálni, de erről hosszabban beszéltünk a múlt alkalommal, gazdaságot működtető, vállalkozást működtető vállalkozót nem lehet kinevezni. Hát ki lehet nevezni, de abban semmi garancia nincs arra, hogy ő piaci alapon jól fogja működtetni, és asszontozóan jól fogja működtetni a vállalkozást. Óriási veszély van, hogy nem csak egyszer kell neki javakat nyújtani, hanem állandóan, folyamatosan. Sőt, kialakul egy olyan eltorzult mérce, hogy nem a valódi eredményesség a olcsón jó termékeket való előállítást tesz egy céget sikeressé, hanem az, hogy az állam előnyben részesíti. Ez pedig pusztító hatású lehet megítélésem szerint az egyszeri korrupción túl is. Tehát ez az elégedetlenség egyik mezője, de sok-sok más mező is van. Ugye mi van az egészségügyel, oktatással, múlt alkalommal beszéltünk róla. Egyáltalán most nőtt a reálbér az utóbbi években, nőtt az állampolgári fogyasztás, ez mind-mind mérhető, de
az állampolgári fogyasztás még mindig nem érte el a 2006-os szintet. És az állampolgárok vágyaihoz képest meg nagyon-nagyon távol van. Így aztán az egyébként is borulátó társadalom jócskán talál okot arra, hogy elégedetlen legyen. Ugye a kormányzőrvész világosan mutatja magát, ez a Fidesz. Az ellenzék állandó kavargásban van, a táborok sem mindig tökéletesen világosak. A fontosabb ellenzéki erők azonosíthatók? Nyilvánvalóan azonosíthatók. Ami rögtön az ellenzéken látható, hogy az ellenzék továbbra is ugyanúgy megosztott, mint ami ugye a centrális előtér első pillanatától megosztott. Tehát, hogy a politikai előtérben a Fidesz, ha úgy tetszik, középen áll, és az ellenzéki erők egymástól távolabb vannak sok tekintetben, de mindegyik, mind a Fidesztől az előtérben. Ugye a Jobbik az jobbra van a Fidesztől, az LMP nem is tudom, hogy alatta fölötte, de biztos, hogy a baloldali ellenzéktől és a Jobbiktól messze, és a Fidesztől nem olyan rettenetes messze. Úgyhogy nem egy ellenzék van, hanem sok, és a sok ellenzék még olyan sem is előfordulhat a választási rendszer egyéni kerületi miatt, hogy az ellenzék többségben van, méghozzá jelentős többségben van, mégis a Fidesz nyeri meg a választásokat, mert ővé a legnagyobb kisebbség. Márpedig ővé a legnagyobb kisebbség. Az ellenzéknek ez az egyik strukturális problémája. Mármint, hogy megosztott, és egy centrális erőtérbe veszi körül a Fideszt. De van szerintem ennél egy nagyobb problémája is. A magyar társadalom nagyon érzékenyen és teljesen érthetően úgy ítélte meg, hogy 25 év elég volt egy rendszernek, a rendszerváltás rendszerének, egy óriási csalódás mozgatta ezt a 2010-es rendszerváltást, és tulajdonképpen a régi nyugatos konszenzusnak a pártjai megsemmisültek, vagy nagyon erősen visszaszorultak. Most van egy új konszenzus, aminek egyik eleme a mélységes mély antikapitalizmus. Most ebben szinte az összes párt osztozik. Hogyha megnézzük konkrét ügyekben, hogy hogyan nyilatkoznak a pártok, mondjuk a rezsicsökkentésről mit nyilatkoztak. Nem merte támadni senki. Hevesen senki nem szavaz. Az volt a Fidesznek a legvívőbb témája. A szakértő közönség a sok témára tud figyelni, és nagyon differenciálta a mérlegel, de az átlag közönség egy-két témát tud megragadni, és a rezsicsökkentés volt az egyik legjelentősebb. És szinte csak szakértők, kívülállók, tehát politika kívüliek szóltak markánsan ellene, az MSZP meg is szavazta a parlamentben a rezsicsökkentést. Tehát azt lehetném mondani, hogy az ellenzék jelentős része az antikapitalista konszenzuson belülről beszél. A leghatározottabban azt képzelem, hogy a Jobbik ilyen, az LMP feltétlenül ilyen, bizonyos értelemben a legantikapitalistább párt az LMP, az MSZP is általában ilyen, és kicsike kis marginális pártok, a Bajnai Gordon utódpártja, néha Gyurcsány Ferenc, de ő sem mindig, ő is igen gyakran belül van az antikapitalista konszenzuson, vagy mondjuk Bokros Lajos néha a parlamenten kívülről mond valami más, tehát csak marginális erők olyanok, amelyek a antikapitalizmus témájában rendszertagadók lennének. De meg lehet verni a Fideszt a saját rendszerén belül? Úgy tűnik, hogy nem. Úgy tűnik, hogy senkinek nem. Senkinek nincs saját témája. Az, amit mond az ellenzék, itt különbözőket mond. A baloldali ellenzék azt mondja, hogy zsarnokság van. Na most a magyar társadalom az elmúlt 100 évében túlnyomó részt politikai váltógazdaság nélküli időkben élt. Politikai váltógazdaság, mikor volt, azt nem érezte sikeresnek, hanem nagyon nem izgatja föl a közönséget. Hogyha úgy érzi, hogy otthonos az a világ, amit ő kapott, van magyarázat arra, hogy miért nem vagyunk sikeressek, van bűnbak, illetőleg azért vannak részsikerek, lásd rezsicsökkentés, meg reálbér növekedés, akkor szinte bizonyos, hogy a jó zsarnokra fog, ha úgy tetszik, szavazni. A tárgyi ügyekben egészen egyszerűen az ellenzék túl közel van az átlag szavazó számára a Fideszhez, plusz nem lehet elhinni róla azt, hogy jobban kormányozna. Mond olyasmiket, amelyek tetszetősek. A Jobbik nem is annyira tárgyi ügyekben támadja a Fideszt, hanem nagyjából azt mondja most már, hogy középre húzott, hogy én nem lennék korrupt. Én nem építenék olyan sok stadiont, és nem lennék olyan csúnyán korrupt, mint a Fidesz. Most megint az átlagválasztó szintjén való, hogy miket mond a Jobbik. Ezt vagy elhiszi a szavazó, vagy nem. Nagyon sok szavazó azt gondolja, hogy itt mindenki korrupt, azért mentél politikusnak. Majd a hatalomra kerülsz, te is olyan leszel. Tehát ezek nem túl erős tételek. És van még egy harmadik elem is ezeken túl, ami legalább ilyen fontos, hogy talán nem túl nagy túlzással, az ellenzék mindegyik erejének van egy rendszerépítő vonása is.
hogy a rendszer részeként funkcionál szinte valamilyen módon mindegyik ellenzéki erő. A baloldali ellenzék az a sátán szerepét tölti be a rendszerbe. Most nincs olyan mitológia, ahol a gonosznak ne lenne helye. A gonoszra nagyon nagy szükség van. A jó az azért jó, mert ugye szemben áll az ördög. És nem csak a keresztény mitológiában, hanem az összes mitológiában megvan. Most a Fidesz számára a baloldal jelenti a sátánt, aki nem csak most viselkedett sátánként, hanem amióta megjelent, ugye Kumbélától kezdve, állandóan elhangzik jobboldali rendezvényeken, hogy hányszor támad rá a nemzetre. És néhány karakterisztikus figura, Gyurcsány Ferenc vagy Bajnai Gordon, szinte mind a sátán földi eljtartója jelenik meg ebben a mitológiában. És mivel rossz emlékűek a kormányzásuknak az idei sok-sok megfogható ok miatt, 13. havi nyugdíj eltörlése, mi egyéb miatt, ezt erre állandóan lehet hivatkozni, nem sikertelenül. De mi akkor ebben a mitológiában a Jobbik? A Jobbik szerepe pedig az, hogy a Jobbik a fiatal generációt, akinek mindig nagyon nehéz benne növekedni a felnőttek világába. Tehát a fiatalok úgy nőnek föl iskolában, családban, hogy egy szép világ van körülöttük, és nagyon nehéz a felnőttek világával találkozni. Ez nem működik, úgy sokkal csúnyábban működik. Plusz, de a fiatalok úgy érzik, hogy ők többet tudnak, mint az idősebbek, és nekik járna több. A fiatalokban óriási lázadási potenciál van. Egy beállt nyugati demokráciában típusosan baloldali lázadók a fiatalok. Tehát jól láthatóan. Most Magyarországon nagyon nincs így. Jobboldali lázadók a fiatalok, szinte alig mérhető a baloldal a fiatalok között. Ők a Jobbik ma is sok tekintetben generációs párt, beemeli a fiatalokat, de belül tartja a jobboldali mitológián. Tehát a Jobbik mítoszai azok nem állnak olyan túl messze a Fideszétől, radikálisabbak. A történelmi magyar hagyományos sokkal radikálisabban kötődnek, sokkal erősebben van a Horthy szerepe, mint másút, rovásírás fontosabb, de a dolog lényege, hogy egy nagyon érzelmileg átélhető világot adnak a fiataloknak a jobb oldalon belül. Most, ahogy megöregedik, és ebből a radikális szakaszból kinő egy fiatal, bizony sokkal könnyebben lesz majd később Fidesz szavazó, ha Jobbikos volt, mint hogyha baloldali lett volna. De ez a határa a Jobbik növekedésének akkor, ahogy cseperedik a gyerek? Az egyik igen. Az egyik egészen bizonyosan ez a határa. A Jobbik döntően a 30 vagy a 40 alattiaknak a pártja. Volt olyan mérés, mikor a Fidesz meg is előzte ebben a generációban, de az idősebbek között, most nagyon idősekre gondolok, viszont már jóval gyengébb. A Jobbik nem fogja le egyenletesen az egész országot, az pedig önmagában egy nagyon nagy hátrány arra, hogy nagy párt legyen. Tehát vannak olyan helyek, ahol a Jobbik nagyon erős, ez jól megragadhatók, ahol a legrosszabb arcát mutatta az új magyar kapitalizmus. De ott sem mindenütt. Itt volt ez a Salgótarjáni választás. Ugye Salgótarján az egyik legsikertelenebb hely, ahol tényleg a legrosszabb arcát mutatta a kapitalizmus, és mit tesz Isten? Ott nagyon mély baloldali kulturális hagyományok vannak. Ugye az volt az a város, ahol mély-mély vörös hagyományok vannak 19-től kezdve, és a baloldal nagyon szépen szerepelt, legyőzte a Fideszt, a Jobbik pedig kiábrándítóan szerepelt, pedig elvileg ott erős Jobbik lehetne. Most ezen túl a Jobbik nem erős a sikeres helyeken, sőt nagyon nem erős. Budapesten a Jobbik eredményei kifejezetten kispártiak, még nem is középpártiak. Jellegzetes módon a legsikeresebb kerületekben a budai zöldövezeteket fölényesen vezeti a Fidesz, és a Jobbik alig létezik. Tehát 5-6% körül volt a különböző választásokon, és ugyanez a helyzet a különböző modernizációs sikerhelyeken, Sopronban, Győrben, Veszprémben is nagyon rosszul szerepelt. Tehát ha valaki csak listán sikeres, akkor legfeljebb közepes párt lehet. És ha szerez néhány százalék többletet a listás eredményen, az néhány mandátumot, egy-két mandátumot jelent. Az igazi kérdés ahhoz, hogyha valaki nagy párt akar lenni, egyáltalán, ha a kormányzati pozícióra akar kerülni, tud egyéni kerületet nyerni. De segít ebben a folyamatban a Jobbik átfazonírozása, ami elindult, aztán megrekedni látszott, és most megint mint a menne. A Jobbikban óriási vágy van, a Jobbik, hogy nagy legyen, és a Jobbikban óriási küldetéstudat van, hogy meg fogja váltani Magyarországot. Ez indította egyáltalán el a Jobbikot. Általában a fiatal szavazóknak nagyon fontos a megváltás igény. A Jobbiknak állandóan menni kell előre, hasítania kell, növekednie kell. És 2014-ben javított a Jobbik 2010-hez képest, de nem túl sokat.
élénken emlékszem rá, hogy micsoda csalódást okozott a Jobbik vezetőnek. Szinte elsírták magukat, pedig hát számottevően javítottak. Tehát még az is kevés volt. A Jobbiknak az összes aktivistája érzi, hogy megrekedtek a növekedésbe, talán azon okok miatt, amiket előbb próbáltam elmondani, és ez egy kísérlet arra, hogy hogyan lehetne mégis tovább lépni. Egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy sikeres a kísérlet, mert nagyon közel kerültek a Fideszhez. Most tartalmilag. Egyetlen egy nagyon erős adójuk van, hogy ők nem korruptak, de az nagyon viszonylagos. És állandóan mondhatja a szavazó, hogy hát igen, igen, ezek is olyasmit mondanak, de a Fidesz meg tudja csinálni, amit akar. Megvéd a migránsoktól mondjuk, a Jobbik csak szájjal. És ezentúl látszik, hogy a középre húzás a Jobbikban részben a párt belső hatalmi viszonyairól szól. A Jobbik egy bázisdemokratikus pártként indult, ahol nincs igazi egy vezér. És most úgy tűnik, hogy az első számú vezető szeretne olyan vezető lenni, mint mondjuk a Fideszben Orbán Viktor volt. Csinálni és a riválisokat... egy pártot. Hát azt nem tudom, hogy rendes párt-e, tehát Nyugat-Európában a második világháború után nem típusosan vezérelvű pártok voltak, de egy erősen egy személyre alapozott pártot kezdene csinálni, és nem pusztán azért szólít ki embereket, mert úgymond azok radikálisok, mert sokszor másik radikálist hoz be, hanem azért, mert az ő hatalmi pozíciója ezen lépés által erősebb lehet. Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tölgyesi Péter az Inforádió arénájának vendége.